Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Kaptam egy videót, ami kering a közösségi portálokon amúgy is. Nagyon sokan megnéztétek már biztos. Videó főszereplője Jenőke, nevezzük így a fiatalember, egy igazi tipikus mai legény. Körülbelül 154 centi magas, körülbelül 52 kiló, és a videó arról szól, hogy megpróbál bejutni nyilván egy szórakozó helyre, vagy bármilyen vendéglátó egységbe, ahol ott van portásunk, aki átlagon felüli méretekkel rendelkezik, iszonyatosan magas, látszik, hogy súlyba se, éppen pehelysúlyú, és egykedvűen bámulja Jenőkét. Majd valamilyen oknál fogva, ugye Jenőke felbátorodik, és valószínűleg az oda be nem való engedése miatt hirtelen kitalálja, márpedig ő be fog menni. És következő történet játszódik le, ami ugye ebben a szóban forgó videóban lekövethető. Nézzétek meg! Ugye teljesen világos volt ez a felvétel, viszont akinek egy kicsit mélyebb információra van szüksége, hogy ugye ezeken a fizikai, non-verbális jeleken kívül, amit itt láttunk, és a háttérzörélyeken kívül milyen volt a pontos kommunikáció, ami lezajlott Jenő és a portás között, azoknak tettem egy kis szívességet, megszereztem a beszélgetést, és feliratozva szó szerint odaillesztettem a videóba, ahova való, és szeretném, hogyha ezt még egyszer megnéznétek, így talán pontosabb képet kaptok az egészről. Hát ennyi volt Jenő aznapesti karrierje, ez történt vele. Ahogy látjátok, tök egyszerű volt az egész mutatvány. Jenő kitalálta valahol, hogy ő be fog menni, nyilván nem engedték be. Ezért ugye ott tácsorgott, már hirtelen valamilyen segrakétától vezérelve ugye erőre kapott, és ő úgy gondolta, hogy rendre, helyre teszi az ajtóban álló biztonsági embert, és márpedig ő be fog menni. Hát ez a mutatvány nem sikerült. Viszont picit komolyabbra fordítva a szót, már ami ebben az esetben lehet, ez egy olyan videó, és nagyon-nagyon sokan osztogatják meg, akik valamilyen módon dolgoztak, dolgoznak az éjszakába, amit szinte majdnem minden egyes hétvégére, majdnem minden egyes olyan napra, amikor itt van egy szórakozó hely, ezt nyugodtan oda lehetne illeszteni a bejárat fölé, és hamarosan ez élőben is le fogott játszódni. Nyilván egy biztonsági ember ezért van ott, hogy rendet tartson, nem azért, hogy valakit elpicsázzon, viszont ebben az esetben Jenőke ezt a kis nevelő jellegű lángost teljesen megérdemelten megkapta. Lehet itt magyarázni megint sok okos embernek, hogy így BTK, úgy BTK, kíváncsi lennék, hogy ki mit csinálna ebben az esetben, mikor Jenő próbálja nagy nyilvánosság előtt, mert is a karácsonok ott az utcán megalázni portás kollégánkat, barátunkat, ismerősönket, ismeretlenünket. És hát eleve az egész van kicsit nekem olyan fantasztikus kategóriába, sci-fi kategóriába tűnik, hogy mit gondol. Sokan mondhatják azt, hogy nem számít az, hogy valaki mekkora, ugye milyen nagy darab, mert ugye egy jó,
tökös, nem is kell, hogy feltétlenül küzdősportos legyen, de egy bevállalós, jó mozgású kisgyerek gyorsan bever egyet, és akkor megvan oldva a dolog. Hát ez az életben azért nem egészen így zajlik. Azért itt akkora volt a méretbeli, meg valószínűleg az erőbeli különbség is, hogy Jenőke teljesen esélytelen volt, nem beszélve arra, hogy mozgásán nem elsősorban a küzdősportosság, hanem valami bio, akármilyen cuccnak az elfogyasztása és bizonyos mennyiségű alkohollal való keverése látszódott. Sajnos ma, ugye ez nagyon jellemző, hogy szaré ugye meg lehet enni ezeket a szintetikus szarokat, embereink felszívják, isznak rá két sört és hirtelen megtátosodnak, és ezek az akciók lezajlanak. Régebben is voltak ilyenek, hogy az emberek, én is voltam ilyen nagy arcú, hogy odálltam és előadást tartottam a portásnak, csak amikor én megkaptam az első rakétát, ahogy itt megtörtént Jenőkével is, akkor szépen elmattyagtam, és akkor utána elgondolkoztam, hogy mi történt valójában. Hát nem tudom, hogy Jenőke elgondolkodott, vagy nem gondolkodott-e, igazából azt sem értem, hogy mit gondolt ő, hogy majd itt a hegyomlást az ajtóból el fogja tolni, de ez a szomorú, és gondolom, egy kicsit megint komolyan beszélve, hogy ez sajnos egy olyan reális történet, ami szinte szórakozó helyenként minden egyes rendezvény meg rendezésekor ugye lejátszódik, hogy oda megy egy ekkora legény, akinek ráadásul ugye a mozgása is elég inkább egy balettáncosra emlékeztet, nem pedig egy küzdősportosra, és kitalálja, hogy ő mindenképpen ott meg fogja reformálni a rendfenntartást, és ha tetszik, ha nem tetszik, már pedig az lesz, amit ő mondott, ő kitalált, és igenis be fog menni, és igenis, mit szarból bajszot fog kenni az ott lévő portásnak, ha tetszik, ha nem. Na most ugye láttuk a végeredményt, abszolút korrekt volt szerintem a portás, mert ugye szarrá is verhette volna Jenőkét, pofont adott neki kétszer, sőt félig lökte, Jenőnek ez is sok volt. Igazából nem értem az első lángos után, amikor ugye finoman meglenyintette és 3 métert repült hátra Jenőke, hogy mire gondolt, hogy most ő fölpattam, és azonnal egy hasonló erejű és méretű viszont választ fog adni, vagy annak a lángosnak a hatására valami szupererővel fog rendelkezni, de hogy másodszor is oda ment, ez tipikusan arra emlékeztet, mikor valaki mindenképpen úgy döntött, hogy szeretne az életétől elbúcsúzni, és annyira eltökélt, hogy nincsen akadálya, nincsen olyan lebeszélési lehetőség, hogy valaki ebben megakadályozza, tehát mindenképpen meg fogja tenni, ha tetszik, ha nem tetszik. És mikor ugye kilőtt a rakéta, másodszor, akkor Jenőnkénk elaludt, kicsit pihegve, ott a szarszagú kanális felett, elgondolkozott az élet nagy dolgain, majd azon gondolkodott szerintem, hogy kezdett magához térni, mint ahogy a videóban is látszik, hogy gyorsan kéne hívni a rendőröket, vagy apunak és anyunak szólni, mert ilyen dolgot nem lehet megtenni. Tehát ilyen nincsen, hogy én szarból pajszot akarok kenni valakinek, majd engem rendre utasítanak, és én ezt csak annyiba hagyom. Hát ezt a végét nyilván nem láttuk a videónak, de 99%-ig biztos vagyok benne, hogy ez így történt. Nem hiszem, hogy legényke elvonult volna büszkén, aztán még kevésbé hiszem, nyilván ez nem egy tegnapi felvétel, utána visszamenni, most mondjuk elnézést kért volna a viselkedésért a portástól. De legyünk optimisták, még majd Jenőkének van ideje, és elképzelhető, hogy ezt ő valóban megtette. Na most, kedves fiatal barátaim, mikor így vesztek ilyen olcsó szarokat, meg ugye otthon a videójátékon játszva kibaszott keménynek érzitek magatokat, mondom, egy rétegetek, nem mindenki. Vagy megnéztek egy-két MMA meccset, vagy megnéztek egy-két Thai box meccset, vagy visszanéztek az időben egy kis K1 meccset, és azt gondoljátok, hogy ez úgy működik, hogy ugye a kis cucc hatására én marhára fel fogok keményedni, és megbaszom az egész világot, akkor ez nem biztos, hogy az életben így fog történni. És hát sajnos nem csak nem biztos, hanem 99,99%-ban biztos, hogy nem. Az ember nem véletlenül átcsorog az ajtóba, lehet, hogy nem ekkora, mint itt a videóban, lehet, hogy jóval kisebb, lehet, hogy teljesen más paraméterekkel rendelkezik, de nem azért állították oda, mert jól mutat rajta a zubbony, a zászlóval, meg az a dolog, ami neki még esetleg kellhet ehhez. Tehát az egyéb dolgok jól mutatnak rajta, hanem azért, mert van töke, tudása, és van hozzá szakértelme, hogy ezt a dolgot olyan módon megoldja. Tehát ha te mindenképpen úgy gondolod, hogy át fogod ezt az egész dolgot szervezni, ott a hely biztonságát, akkor kösd fel a gatyádat. Páran kérdezték tőlem különböző üzenetekben, hogy lehet egy szórakozó helyre eljutni biztonsági embernek
dolgozni, tehát biztonsági emberként, bocsánat, dolgozni. Hát ilyen kidobóiskola nem nagyon van, meg portásképző se, erről beszéltem már. Nem így, ahogy ilyen ő próbálja, hogy ő majd átveszi a hatalmat. Van ilyen módszer, és ez volt ilyen módszer, és ez nem mindig jön be. Nem csak úgy esetünkben, hanem amúgy se, tehát erőből nem mindig megy. Ez volt rá példa, de nem mindig megy. Általában kidobónak hívni szokták az embert. Sok ok miatt, elsősorban azért, mert úgy gondolják, hogy van hatása az emberekre, nem feltétlenül akkora azért, mert akkora, mint a hegyoldal, vagy 680 darab kupája is érme van különböző küzdősportversenyekről, hanem úgy gondolják, hogy meg tudja oldani ezt a feladatot. A testfelépítés az nyilván előny lehet, de nem feltétlenül függvénye az egésznek. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy ezek után a videót megnézte, és mindenképpen portásoknak tud szarból bajszot kenni, akkor nem ez a megoldás, hogy oda megyek és ezt megpróbálom, hanem próbálok értelmes módon valahogy oda bejutni, és majd az élet ez bizonyítja, hogy valóban odavaló vagyok, vagy sem. Jenőke különben már többször járt diszkóban, én is csináltam erről videót, itt ezen a linken meg tudjátok nézni, hogy ott bent ő most hogy járt, hogy sikerült neki csajozni, és mi lett ennek az egésznek a végeredménye. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok mindenkinek, sziasztok!